A műsor média támogatója a femcafé.hu. Mindenben kell találni valami olyan dolgot, aminek tudsz örülni. És amikor én ezt elolvastam, én utána apukámnak is ezt így megtanítottam, és mindig mondtam neki, amikor picit így stresszesebbnek láttam őt, hogy aggódott valami, hogy te tudod, apu, az öröm játéka örök. Viszkok Fruzsi. Vidéki kislányból lett menő vlogger. Viharos gyorsasággal lett népszerű a YouTube-on, igényes és szerethető tartalmakat gyárt. Ahogy ő fogalmaz, a munkám a szenvedélyem. Nemrég podcast gyártásába kezdett. Imád olvasni, könyvajánlókat is gyakran készít, és saját tervezésű határidőnaplója is van. Több százezren követik a munkásságát, egy személyes stábként a videókészítés minden egyes fázisáért ő maga felel. Fruzsi, arra kérlek, hogy három könyvet válasz nekem ki, amit valami miatt meg akarsz mutatni, valami miatt fontos a te életedben. Egyébként annyit, hogy mondjuk el, hogy gyönyörű a polc, és imádom, hogy szín szerint van rendezve. Nagyon ritkán látok ilyet, de majd erről is beszélünk. Szóval mi az első könyv? Az első? Nehéz egyébként nagyon hármat kiválasztani, de amit meg akartam mutatni, az Amazon Királyfi című könyv, ami hát számomra azért különleges, mert... Nagyon vicces volt egyébként, hogy mielőtt jöttél, itt néztem a polcomat, hogy na melyik legyen, miről fogok neked beszélni, és ezt mindenképpen említeni akartam, mert ez egy 8. osztályos könyvélményem. Irodalom órán, amikor azt hiszem megkaptuk kötelező olvasmánynak a Kőszívember fiait, amit már úgy harangozott be a tanárunk, hogy nem biztos, hogy mindenkinek annyira tetszeni fog, picit nehezebb olvasmány, stb. És azon az órán még előtte pont beszélt erről a könyvről. És én felszólaltam, hogy ha ilyen jó könyvek vannak, akkor miért nem ilyet kapunk kötelező olvasmánynak, és azt mondta a tanárom, hogy tudod mit, Fruzsi, ha szeretnéd, akkor olvasd el ezt a könyvet, nem kell elolvasnod a Kőszívember fiait, de egy kis előadást kell belőle tartani majd az osztálynak, és akkor rögtön le is csaptam erre, mert olyan érdekeset mesélt róla, és aztán egy-két éve sikerült antikváriumból beszereznem, mert akkor csak az ő példányát kaptam meg kölcsönbe. És egyébként egy nagyon érdekes sztori, a harmadik világháború után játszódik, amikor megszűnik a civilizáció, meg megszűnnek a társadalmak a mostani formájukban, és aztán mégiscsak újjá alakul, viszont csak nők vezetésével. Hmm. Egyébként ez nagyon érdekes lenne mostani fejjel újraolvasnom. Aha, mert akkor olvastad, tehát nem olvastad újra. Igen, és akkor így nem láttam bele feminizmus vonalat, meg semmi ilyesmit, hanem annyira természetes volt, hogy a háborút a férfiak okozták, mert ők ilyen agresszívebb beállítottságúak, és most a harmadik világháború után a civilizációt a nők fogják újjáépíteni. Hú. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon érdekes könyvélmény volt. Meg az, hogy megengedte nekem akkor az irodalomtanárom, hogy ezt elolvassam. Mennyire érdekes, milyen fontosak ezek az apróságok. Egyrészt nagyon tetszik ez a kiadás, le is van kicsit talán kávézva, vagy valami folyadék ráfolyt, de nagyon-nagyon szép amúgy a tördelése, én nagyon-nagyon bírom, meg olyan jó, tényleg olyan jó hangulata van olyan régi könyv. Viszont azért nem mondanám, hogy egy nagyon gyerek szempontból csábító borítónak. Nem kifejezetten, de egyébként én nagyon szeretem én is az ilyen régebbi könyveket. Érzed, hogy története van. Tényleg az, hogy valaki olvasta, a legnagyobb izgatottságban volt, amikor kicsit rántotta a kávét, vagy a teát, vagy bármit. Meg mindig meglepődök, amikor látom a 97 forintos összeget rajta. Az abszolút, abszolút meglepő valóban. És ezután egyébként a kőszívűt, meg a kötelezőket könnyebb volt átvészelni? Jelentett ez akkor olvasmány élményt? Nagyon-nagyon tetszett. Hát képzeld, a Kőszívűt azóta sem olvastam el, amit lehet, hogy be kéne pótolnom, meg egyébként most így felnőtt fejjel szeretem újraolvasni ezeket a klasszikusokat, mert szerintem most tudom igazán megérteni, megértelmezni. Szóval abban nagyon hiszek, hogy főleg általános iskolában nagyon túlzottan komoly könyveket kapnak a gyerekek, és sok emberrel, vagy sok gyerekkel emiatt meg is utáltatják az olvasást. Megmondom, hogy szintén megleptél ezzel a választással, mert hogy tele van újabbnál újabb könyvekkel, és nagyon divatos könyvekkel is, és egyáltalán nem gondoltam volna, hogy ezt fogod levenni a polcról, de tetszik. Oké, mi a következő? A következő pont mellette van, úgyhogy azt le is veheted nekem, légy szíves, az örömjátéka örök. Ez is egy gyerekkori könyvélménye. Régen jártam minisztrálni, ami meglepő lehet, és egy ilyen karácsonyi, plébánián töltött karácsonyozáskor kaptam ezt a könyvet, és hát fantasztikus élmény volt. Ugye az örömjátéka örök,
mindenben kell találni valami olyan dolgot, aminek tudsz örülni. És amikor én ezt elolvastam, én utána apukámnak is ezt így megtanítottam, és mindig mondtam neki, amikor picit így stresszesebbnek láttam őt, hogy aggódott valamin, hogy te tudod, apu, az öröm játéka örök. És azóta is ez egy ilyen közös pont maradt számunkra. Ugye neki, ennek a szerzőnek, a Porternek az életjátéka az, amit nagyon sokat emlegetnek és látnak. És most így meglepődtem az öröm játéka örök, hogy vajon ez egy folytatás lehet-e? Mesélj már picit még ennek a történetéről. Kinek ajánlod? Mi az, amit az a oké, az örömjátéka öröm, gondolom a pozitív élet, szemlélet, és hogy mindenben találjuk meg a jót, de megmondom őszintén, az eredetit sem olvastam, már ha az eredeti. Szóval kicsit még mesélj nekünk róla, hogy mit ad. Egy viszontagságos sorsú kislányról szól, és nem azt mondja, hogy folyamatosan mindig tökéletes az élet, hanem nyugodtan el kell, meg el is lehet fogadni azt, hogy történnek tragédiák, de mindenből lehet valamit tanulni, lehet továbbvinni, és meg kell találni annak a pozitív oldalát. Úgyhogy számomra ez egy nagyon érdekes könyv volt, és tényleg alapvetően gyerekkönyvnek gondolom, de szerintem minden korosztály tud belőle valamit továbbvinni. Hány éves voltál, amikor olvastad? Hát nem, 11-12. Mikor lettél szenvedélyes olvasó, mert hogy azért sokat látni, hogy olvasol, hát sok szép könyved is van, de egyébként a vlogodban is rendszeresen előhozod az olvasmányélményeidet, meg az Instagramodon is látni, miket olvasol, amit én nagyon szeretek, hogy mindig megosztod a követőiddel, hogy miket olvastál éppen, és mennyire tetszettek, de hogy ez mikor kezdődött nálad? Mert azt tudom, hogy egy közös pontunk mindenképpen van, a Harry Potter, és igen, ez is a válasz rá, hogy először egyébként azt hiszem moziban láttam a Bölcsek kövét, és utána azon a nyári szünetem megkaptam ajándékba, és akkor faltam. Először moziban láttam. Fú, ez nagyon érdekes, mert bárkivel találkozom, főleg pici gyerekekkel, vagy fiatalabbakkal, pontosan a mozi élmény az, ami miatt már utána azt gondolják, hogy vagy nem olvassák, vagy elveszi a kedvüket, vagy nem tetszik annyira talán könyvben nekik, mert hát azért lássuk be, a filmek elég jól is sikerültek. Hát engem ott az elvarázsolt. Teljesen oda voltam ezért a varázsvilágért, és onnantól kezdve megfaltam a könyveket. Emlékszem, hogy talán az ötödik résznek, mielőtt megjelent volna a könyvbe, meg lehetett találni egy kalóz verziót, amit ilyen stót papírnál valamelyik osztálytársam kinyomtatott, és az így kézről kézre járt egymás között. És egyébként jó is, hogy említed, mert az egyik könyvet akartam neked mutatni. Na nézzük. Ehhez már föl kell lépned. Igen. Fellépés. Méghozzá. Jaj. Igen, a szép illusztrált új kiadások. Próbálsz visszaveszem. Igen, szóval a Bölcsek kövéből van ez a nagyon-nagyon szép illusztrált verzió, amit így is újraolvastam, de ez azért nagyon különleges számomra, mert ezt 2 éve kaptam születésnapomra, és dedikálva van. Fogadjunk a fordító által. Így van. Látom. Igen. Aha, Tóth Tamás Boldizser. Annyira, hát egyrészt, amikor megkaptam ezt a könyvet, nagyon-nagyon örültem, hogy ennyire szép kiadás, mert ami Harry Potterrel kapcsolatos, én így gyűjtő vagyok. Uh-huh. Tehát így, ahogy látod, itt több különböző, például a Bölcsek köve megvan a hollóhátas kiadásból is, mert én tiszteletben hollóhátas tartom vagy magam. Én Griffendélesnek. Igen? Aha, nekem a Griffendéles van meg. Úgyhogy én mindig minden és miért Harry a hollóhát? Hát eléggé, hát szeretek tanulni, szeretek olvasni, úgyhogy szerintem ez az irány, ez így passzolna hozzám. Hát Gryffindor, nem vagyok a legbátrabb ember, úgyhogy én azt gondolom, hogy így a Gryffindorben miatt nem kerülnék be, meg hát nem tudom, holló, hát az valahogy így mindig is vonzott. Úgyhogy emiatt, hogy először nagyon örültem a könyvnek, és aztán amikor kinyitottam, és még ez is ott volt benne, mert azért a magyar fordítás nagyon-nagyon különleges. Tehát ugye rengeteg olyan szó van, amit borzasztó nehéz lefordítani, és olyan tökéletes igen. Magyar kifejezéseket kap, például az abszolút is, annyira nagyon jó. Igen, Roxfort is egyébként, igen. Az is tök jó, hogy a sajtból igen, rakta igen, össze. Igen. Tényleg egyébként zseniális a fordítás, híresen jó. Sőt, egyébként a podcastben meséltem még annak idején a Balázs István, akik a fordít, hát akik kiadták, ugye az Animus kiadónak a tulajdonosai voltak, hogy talán még a fordítás miatt üzent is a Rowling. Most megkapott igen. Már az emlékem erről, igen, de hogy ő is tisztában volt, hogy mennyire jól sikerült. De egyébként annyira jó kiadások vannak mindegyikből.
egyszer külföldön láttam egy olyat, hogy ha kinyitod a könyvet, akkor így 3D-ben megjelennek az épületek. Na és még azt majd valamilyen különleges alkalomra, igen, szeretném magamnak megszerezni. Képzeld, hogy én a kis herceget gyűjtöm így, és nekem olyanban van kis herceg. Megvan 3-szor. Igen? Igen, az nekem is egy olyan. Megvan ebben a nagyon szép kiadásban. És ezt is pont egy külföldi úton kaptam egy nagyon kedves ismerősömtől Milánóban, és hát gyönyörű. És hát ebből minden könyvet be kéne szerezni egyébként ebből a sorozatból. Igen, ezt egyébként egy idegen nyelvű könyvesboltban láttam, és egy gyönyörű, és én is lefotóztam magamnak, hogy egyszer kellene, iszonyú szép, és szerintem pont az aranyszínű a szél, ez az élmetszés gyönyörű, igen, vagy az élfestés pontosabban, nagyon szép. Úgyhogy megvan pocket verzióban is, meg pont, ezt átveszem tőled, hogy ne kelljen ennyi mindent tartani. Köszi, csak még kérdezni akartam, de mondd, hogy milyen verzióban van meg. A legeslegelső könyv. Egy ilyen nagyon nekem retro. Nekem is megvan. Igen. A postabankos ajándékkönyv volt. Nekem is megvan. Igen nekem is ez. Ez volt a legelső, és hát ez nagyon-nagyon régóta megvan, már nem is tudom milyen régóta. És be vannak jelölve részek. Jó, erre már nem is emlékeztem. Be vannak jelölve részek, de szeretem. Imádom, amikor él egy könyv így, mert hogy tényleg te milyen típusú olvasó vagy, aztán majd visszatérek meg a Harry Potter, úgyhogy tartogass egy picit, hogy nem nehéz, hogy a könyvet, mint tárgyat használod, úgymond behajtogatsz, aláhúzgálsz, vagy ez csak egy érdekes véletlen, hogy ilyet vettem le, vagy pedig az a típus vagy, aki nagyon vigyáz rá, nagyon félti, becsomagolja adott esetben a könyvet. Változó. Vannak olyan könyvek, amiben szeretek aláhúzgálni, általában ezek az önsegítő könyvek, pszichológiával kapcsolatos, abba szeretek aláhúzni, de például regényeknél azt egy ilyen nem nagy sértésnek tartom, meg nem szeretek hajtogatni, nem könyvjelzős vagyok. Van egy nagyon szép kis könyvjelzőm, amit Portugáliában vettem, és azt mindig így pakolgatom. Mert nagyon sokáig mindig csak a blokkokat használtam, és most ez egy ilyen jó érzés, hogy mindegyik könyvben viszem de tovább jó. Ezt. Akkor most ne érezd rosszul magad, de ebbe alá is húztál. Igen, ebben nagyon sok aláhúzás van. Jó, ez ilyen önsegítőnek. Jó, ebből megvan 3 verzió. Jó, jogos, ebbe lehet. Ebben nagyon sok minden van aláhúzva. Izgi, tök jó, hogy ez kiderült. Na, annyit akartam még a Harry Potterre kapcsolatban kérdezni, hogy milyen volt illusztrálva olvasni? Ad-e valamilyen plusz, vagy másmilyen élményt az olvasás? Hát ha első olvasmányélményem lett volna belőle, akkor biztos úgy képzelem el pont a dolgokat, ahogy itt látom. Tehát itt segített volna ilyen szempontból, de mivel már annyiszor olvastam el illusztráció nélkül, meg ugye mellé láttam rengetegszer a filmet, más volt. Tehát olyan szempontból, hogy ebben az illusztrációk nagyon más típusúak, mint amit egyébként én magamtól elképzelnék, vagy mint a film. Szóval mindenképpen ad hozzá. Úgyhogy én nagyon ajánlom ilyen szempontból is. Igen, egyébként nagyon más típusúak az illusztrációk valóban. Nekem is ez volt az érzésem, de szép kérdben minden esetre tényleg gyűjtőknek kötelező. Mielőtt tovább lépnénk, hogy mi a harmadik cím, muszáj, hogy megemlítsem azt, hogy rengeteg könyv van, ami angolul van, tehát eredeti nyelvű, ami azért izgalmas szerintem, nem csak azért, mert angolul is olvasol, mert hogy nagyon sok olyan kiadás van, ami nem ismerős, ugye? Tehát az, aki a gyönyörű. És gyönyörűek, igen. Főleg ezek a paperbackek, ugye ezek a puhák, igen, ami külföldön, igen. Nagyon nagy divat, és talán most már itthon is egyre többen keresik, de hogy tényleg nagyon szép. Igen, ezt pont például karácsonyra kaptam, és ez is, azt hiszem talán megvan magyar nyelven is. És ezt egyébként inkább magyarul, legalábbis nekem ez kicsit nehézséget okozott, de így gyakorlás szempontból is szerintem nagyon érdemes angol nyelven olvasni. Meg egyébként az a nagyon érdekes, mikor, hogy mennyi hasonlóság van, tehát ezt a könyvet is imádtam egyébként, nem tudom milyen ez magyar, de imádtam ezt a könyvet, nagyon inspiráló volt. Látok nagyon sok olyan könyvet, ami nálam is megvan, és tényleg olyan jó így nézegetni a polcon, nem fordítva rakom vissza, olyan jó így nézegetni a polcon, de egyébként én erre, de ez a kiadás megvan, erre emlékszem. No. Fruzsi, most újra mászom. Harry Pottert is, és kis herceget is néztünk. Mi lesz a harmadik? Nem fogsz meglepődni. Nem? Tudod, mi lesz? Mert erről mindig egyszerűen beszélnem kell. Úgy érzem, hogy Magyarországon én vagyok a, nem tudom, önkéntes nagykövete az Utas és Holdvilágnak. Azt vettem le, ugye? Igen. Aha. Azt érzem, hogy már mindenki csak így legyint, hogy na. De azért akartam róla beszélni, mert ez is egyébként több verzióban is megvan. Egy másik verzióban ott is megvan pocketben is. Igen. Úgyhogy ez is háromféleképp, de tavaly
abban a pici időszakban, amikor lehetett nyáron utazni, akkor voltam Olaszországban, és vittem magammal ezt a könyvet, és mindig, amikor az adott városban voltunk, akkor hozzáolvastam azt a részt, ami passzolt hozzá. Siena Gubbio. Gubbio fantasztikus volt. Ha nem olvastam volna a könyvet, egész biztosan nem jutok el oda, és mindenkinek nagyon ajánlom, mert nem egy olyan úti cél, ami rögtön eszedbe jut, ha Olaszországra gondolsz, és gyönyörű hely. Szóval tényleg ez az ódon, középkori világ, ez annyira átjön, és tök jó volt tényleg ott helyben elolvasni ezeket, úgyhogy emiatt is most még jobban hozzám nőtt. Hát ezt az utolsó halvilágos utazást, ezt iszonyatosan irigylem, és tényleg le a kalappal, és ez fantasztikus lehetett, ha majd újra lehet utazni, akkor én is nagyon vágyom egy ilyenre. Miért annyira fontos neked az utolsó halvilág? Mi az, amit ad, vagy adott, amikor olvastad? Talán már még amikor a podcastben beszélgettünk, akkor említettem neked, hogy ez volt az a könyv, ami megszerettette velem a magyar irodalmat, mert annyira gyönyörű mondatok vannak benne, hogy itt sokszor úgy éreztem, hogy újra kell olvasnom részeket, hogy oh, ez igen. Ez igen. Ezt odatette. Igen, ezt odatette, mondta. És hát a másik nagyon fontos pont pedig Olaszország, ahová már nagyon többször jártam, és mindig nagyon szívesen megyek vissza, és ennyire jól semmi nem fogja meg az eszenciáját, mint ez a könyv szerintem. Uh-huh. És tetszik egyébként ez a kiadás, ugye ez nem olyan régen jelent meg, és kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz róla, főleg, hogy a több kiadásban is megvan. Igen, most az egyiket levettem. Hát ebben vannak ilyen plusz illusztrációk is. Szerintem nagyon különleges, különösen szeretem benne a színvilágát, most pont nem tudok megállni egy olyan oldalnál sem, de például nekem a borítója is kifejezetten tetszik, főleg úgy, hogy ugye pont nyáron ott voltam Toszkánában is, és annyira benne maradt, hogy Siénában naplementében olvastam az adott oldalakat pont, és ez a hangulat ez így nagyon passzolt hozzá. Egyébként Szerbantától olvastál valami mást? Pendragon legenda, az is itt szeretted? Van valahol. Nagyon szerettem. Meg a világirodalom történetét. Nem olvastam, de hogy az az, amire még nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Igen, nekem a magyar irodalom története volt, de ugyanúgy szerintem, aki hallgat engem interjúkban, vagy bárhol, az ugyanígy már unja szerintem, de azért neked mondom, hogy a magyar irodalom története fantasztikus. Nekem az 16 évesen volt olyan élmény, hogy tök véletlen otthon levettem a polcról, és így éppen emelt szintű magyar érettségére készültem, és hogy így Jézusom, lehet így beszélni az irodalomról. Szóval nálam az volt az, ami igazán megszerettette. Egyrészt Szerbantot, nekem az első találkozásom ez a könyv volt vele, utána az utas, meg hogy valahogy így közelebb hozta az irodalmat hozzám, és megszerettette. És akkor ez egyáltalán nem ilyen lexikális, hanem teljesen ilyen szórakoztató. Abszolút, igen. Nyilván ő tényleg tudós volt, tehát, hogy de szerintem az egyébként a különleges Szervantalban, hogy maga is tudta, hogy ő milyen zseni, egy tudós ember, aki hát nézd meg, a világirodalom története, a magyar irodalom története, tehát azért kevés embernek volt ekkora tudása, és én hiszek abban, hogy egész máshogy alakult volna a magyar irodalom, hogyha akkor ő idejekorán nem hal meg. Viszont tud úgy beszélni, hogy a laikushoz. Tehát, hogy le tud szállni az elefántcsontoronyból, amiről letudott, amire sokan nem képesek, és igen, az van, hogy ott a magyar irodalmat úgy tekinti át, hogy szellemesen, viccesen, humorosan, tehát, hogy és nagyon, pont így kellene jó. Tanítani és pont így kellene. Tényleg, ha már magyar tanulás kötelezők, azt mondtad, hogy a külszívűt nem is olvastad, egyébként, bocsánat, és most akkor hallgassuk, hogy szerintem nem sok mindent maradtál le. Én olvastam, és nem, mindegy, nem szerettem annyira, és azt gondolom én is, hogy ezt merjük kimondani, hogy nem feltétlen fogják megszeretni a mai gyerekek az olvasást, hogyha ilyen nehéz műveket adunk nekik. Úgyhogy én tényleg csak ismétlem azt, amit annak idején a Magyar Tanárok Egyesületének az elnöke mondott nekem, hogy igenis a szülő olvassa el, mondja a gyereknek, segítsen neki, ez a feladata, és a gyerek kezébe megadjunk olyan könyveket, amivel megszereti az olvasást, és nem ijed meg tőle. De hogy utána, hogyan alakult a kötelezőkkel való viszonyod? Egyébként minden kötelezőt elolvastam mindig, tehát előtte is, meg utána is, itt ugye kaptam. Mondod, hogy szeretnél tanulni mindig is, meg gondolom Hermione is inspirált. Igen, meg én nálunk mindig úgy volt, nem tudom, hogy ez máshol hogy szokott lenni, hogy suli évvégén megkaptuk, hogy mi lesz a következő évre, és akkor én nyári szünetben elolvastam, megírtam a kis olvasónaplómat belőle, és akkor már így a szünet az mindig megvolt. Persze természetesen közben volt idő azért a Harry Potterekre is mindig az adott részre. Szóval én mindig elolvastam az összeset, de hát nem is tudom, hogy volt-e olyan, ami úgy megmaradt bennem, hogy milyen jó élmény volt, nem igazán. És azóta, hogy a Harry Pottert olvastad, ami egy ilyen nagyon nagy olvasmány élmény volt, meg hát nyilván azért volt azóta már több is ilyen nagy, de volt hasonló, ami akkora nagy élményt okozott, mint a Harry Potter?
Hát ami nagyon hasonló, a Caraval sorozat, ami ugye stílusában is szintén egy ilyen kicsit ilyen varázsvilág. Én úgy szoktam megfogalmazni, hogy kicsit nekem a Harry Potter és az Éhezők viadalának a keveréke, egy kis romantikus timis szállal, szóval nekem ez hatalmas szerelem volt, amikor elolvastam először a Caravalt, akkor egyrészt le se bírtam rakni. Nagyon örülök neki, hogy nagyon sok ember miattam elolvasta az egész trilógiát, és hasonlóan rajongók lettek. De ritka az, amikor találsz egy olyan könyvet, aminek a világába azonnal szeretnél bekerülni, minden kis hagyományát megismerni, és ez a sorozat, ez ilyen számomra. Viszont nem látom itt, és akkor én is ajánlok neked egy ilyet, ami ifjúsági regény, és nekem a Harry Potter után jelentett kicsit talán olyan élmény, mint a Caraval, de én ezt nem olvastam, úgyhogy majd elolvasom, te meg olvasd el a Tükörjáró trilógiát, illetve most már tetrológiát, mert négy részes, a Téljegyesei az első része, és aztán persze most nem fogom felsorolni mindegyik résznek a címét, de Tükörjáró sorozatnak hívják, és nekem az volt olyan nagy élmény, hasonló, mert olyan élmény soha nem lesz, mint a Harry Potter. Igen. Szerintem, mint az első szerelem. De nagyon-nagyon tetszene szerintem neked is, úgyhogy azt nézd meg. Én meg elolvasom ezt. Viszont leveszem azért, hogy meg tudjuk mutatni, meg egy kicsit még legalább nézelődök itt a polcon, és közben arra vagyok kíváncsi, hogy mennyire vagy párhuzamos olvasó. Semennyire. Mert hogy látok ott még esetleg, mintha az ágyad mellett lenne, de lehet, hogy ennek más okai vannak, nem fért el már a polcon az a pár könyv. Ide azok a könyvek kerülnek fel, amit már elolvastam. A hálószobában az ágyom mellett vannak azok a könyvek, amiket rögtön el fogok majd olvasni, befejezem az aktuálisat, és ez meg az utána, amit ne, most ezt nem mondod komolyan. Tehát itt te mindent olvastál. Igen. Wow! Milyen érdekes, mert például nekem, meg azért hát most már sok embernél jártam, azért gyűjtjük a könyvet, rengeteg könyvünk van, majd elolvassuk, föltesszük, de hogy úgy azért ritkán látom azt, hogy valakinek olyan lenne a könyvespolca, hogy tényleg mindent elolvasott. Hát igen, de ha felteszem, akkor nem fogom levenni, mert elfelejtem, és akkor itt szeretem ilyen különböző helyeken tartani azt, amit nem olvastam még el, mert akkor biztosan le fogom venni. Egyébként van például azok között olyan, amit már itt többször elkezdtem, és küzdök. És mit csinálsz azzal akkor, amit elolvastál, és mondjuk nem feltétlen tetszik, vagy az is fölkerül, mert elolvastad? Oda szoktam adni a barátaimnak. Aha. De akkor itt olyanok vannak, amiket szerettél? Aha, igen, többnyire igen. Van úgy, hiszen tényleg azért van benned egy ilyen pici stréber vonal. Igen, ugye? Ez is egy kicsit olyan, meg színek szerint van rendezve. Igen, és kicsit bánt, hogy nem olyan szép egymás mellett. Meg amikor meg lehet igazítani. Ülök a kanapén, és így nézem messzire, hogy az rossz helyen van, azt ki kéne cserélni ezeket. Ez amúgy nem illik annyira ide, azt látod, ugye? Mert egy sárga. De ez meg jó, értem. De az azért a sárgához sem illik. Igazad van. Van pár olyan, amit így nehéz eldönteni. De jó azt látni. Olvasó napló. De igen, szuper. Igen. Vagy például itt volt nagy nehézség, hogy ez a két Jakubcsek könyv tökéletesen passzol színbe. Harmadik kicsit kilóg, de úgy gondoltam, hogy ebben van egy kis lila, szóval ez egy ilyen jó átvezetés. Nagyon szép. És ez meddig építgetted, mi gondolkodtál ezen, vagy ez így jött? Ez így jött, igen, és most már így kezdenek betelni pont a polcok. Hát egyébként igen. Úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz a jövője, de én 2 éve lakom itt, és azóta gyűjtögetem. Tehát egyedül a Harry Potter volt az, amit elhoztam a otthonról, meg ugye 1-2 ilyen nagyon régi kedvenc, de alapvetően ez a felnőtt könyvtára. Uh-huh. Nagyon szép, és egyébként a poketek is gyönyörűek, ott ritkán igen, látom. Ott nem szín szerint van, hanem szám szerint, így a megjelenési sorrendben, de ott jó. Is gondolkozom, hogy át kéne rendezni. És azt is mindent olvastad? Uh-huh. Komolyan? Igen, úgyhogy most nagyon le vagyok maradva egyébként az újakkal, tőlem hamar jelennek meg, hogy nem tudok lépést tartani velük. Na és mi a helyzet azokkal az antikabb könyvekkel, mert hogy látok ott még egy ilyen plusz polcot. Igen, ezt a nagyszüleimtől került át ide hozzám, hogy alapvetően ifjúsági irodalom szinte mindegyik, amit olvasott apukám is, apukám nővére is, ugye a nagyszüleim. Jó, de szép. Úgyhogy emiatt és így nagyon régiek. Igen, nagyon régi. És ezeket is olvastad mindet? Ezek közül nem mindegyiket. Uh-huh. Alig lehet néhánynak a címét is elolvasni, de például ebből a sorozatból ugye Rejtők, Agatha Christie, azokat olvastam mind. És most már elkezdtem az új könyveket is így gyűjteni, mert nem férnek. Nem fér el. Mennyit olvasol egyáltalán? Vagy hogy néz ki a Fruzsinak a napi rendje, hogy mikor illeszti be az olvasást? A reggel és este az kötelező, de az nem jelent, tehát mondjuk 20-30 percet, lefekvés előtt, meg reggel, miután felkelek, még teljes kómába, pizsamába, köntösbe, így azzal térek magamhoz, meg az alapozza meg a hangulatomat is. És hát vannak olyan könyvek, amik meg itt teljesen beszippantanak, és akkor ugye keresem a plusz szabadidőt, meg akkor hordam magammal mindenhová, hogy jó, ha metrón van egy kis időm, akkor ott is tudjam még olvasni. Úgyhogy igyekszem mindig időt szakítani rá.
És mit ad számodra az olvasás, ami miatt ennyit olvasol? Teljesen kikapcsol. Tehát ez talán az egyetlen tevékenység, amikor semmi máson nem kattog az agyam, csak hogy éppen abban az adott világban vagyok. Tehát megfeledkezem a hétköznapi dolgokról, hogy miket kell még csinálni, hogy mi történt aznap, és ez tud engem igazán feltölteni. És mi a helyzet a sorozatokkal? Én azt látom, hogy nagyon sokan, tehát ma ott tartunk, hogy a sorozatokkal szerintem küzdenie kell annak, aki mondjuk teljük fel hazaér a munkából és este. Uh-huh. Szabad ideje van. Én azt mondom, válaszza az olvasás, mert többet kap általa, de azért belátom azt is, hogy nagyon sok embernek sokkal könnyebb bekapcsolni a Netflixet. Hogy te ezzel hogy vagy? Néha az is jól esik. Most pont, hogy van a nappaliban egy szobabicikli, és akkor szoktatom, hogy tekerek, és akkor megnézek mellé valamit, de általában nehezen szoktam elköteleződni új sorozat mellé, és előszeretettel keresem azokat, amiknél csak 20 perces egy rész, és aha, akkor azok, tehát a jó barátokat, hogy mennyiszer néztem újra, na, mert ez pont olyan, hogy a reggeli mellé, ebéd közben, szóval pont egy étkezés mellé meg tudsz belőle nézni egy részt. Hát ritka hallani olyan fiatalról, aki ennyit olvas, mint te, és ezért is akartam mindenképpen találkozni veled ismét, hiszen mi másfél éve beszélgettünk utoljára könyvekről, mert hogy tényleg kutatom, keresem azokat az embereket, akik ennyire szeretnek olvasni, mert szerintem muszáj, hogy a fiataloknak példát mutassunk, és nagyon jó, hogy általad ezt meg lehet tenni, úgyhogy Fruzsi, nagyon köszönöm. Még kicsit azért nézelődök a portra, nézelőd, jó? Nézelőd. És akkor még lehet, hogy beszélgetünk, de minden esetre köszönöm, hogy vendégül láttál. Köszönöm, hogy itt voltál. Ha tetszett a beszélgetés, lájkoljátok a videót, és nyugodtan kommenteljetek is, kíváncsi vagyok a véleményetekre. Ha pedig nem akartok lemaradni a következő epizódról sem, és szeretnétek még hasonló tartalmakat, akkor iratkozzatok fel a csatornámra.